Jó estét kívánok! Önök a Dunaföldvár TV október 24-i adását látják. A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. Október 23-áról beszélgettünk a polgármester úrral. Ugye a történelem ismétli önmagát, és el kell azon gondolkodni, hogy mit kell tennünk, hogy megmaradjunk, hogy meglegyen a függetlenségünk, és ez nem csak magába a politikai függetlenséget jelenti, hanem minden olyan dolgot, ami az életünkkel egybefügg. Életet menthet a gondos óra. Egy nagyon jó program, egy nagyon jó kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az idősek, akik egyedül élnek, vagy rokonaik távol élnek tőlük, segítséget tudjanak hívni 024 órában. Idén még nem volt Dunaföldváron lakástűz. Merem mondani, hogy nyugodt volt a nyarunk. Ilyenre igazából én most a legutolsó, tehát 2014 óta vagyunk önálló beavatkozók, azóta nem emlékszem, hogy ilyen nyarunk lett volna, de ilyen telünk sem, mint a 22-23-as évben. Maguk építik a tábort, a cserkészek. Körülbelül 40-45 gyerek volt a táborban, és most idén jó messzire mentünk, Vámos Mikola és Ipoly Tölgyes közé, úgyhogy a magyar-szlovák határon táboroztunk, konkrétan az Ipolynak a partján, úgyhogy ha egy gyerek ügyes volt és nagyobbat dobott, akkor át tud dobni az országhatáron. Karbantartási munkálatokat végeztek a társadalmi munka keretein belül. Hát körülbelül 40-en voltunk a mai nap során, és elég komoly munkák zajlottak, hiszen a kismóló lépcsőjének a bontása és az új betonozásnak az előkészítését csináltuk meg. A szennyvízrendszernek a bekötési munkálatain dolgoztak a fiúk, utakat tartottunk karban, padokat raktunk ismét össze. Tekintsék meg polgármesteri tájékoztatónkat! Polgármester úrral beszélgetünk, itt szokásos hétindító találkozónkat tehetjük meg kedden, illetve most, amikor beszélgetünk, már túl vagyunk az október 23-ai rendezvényen, ahol polgármester úr is beszédet mondott. Hogyan értékelni a mai napot? Üdvözlöm a nézőket, szerkesztő asszonyt. Az, hogy hogyan értékeli az ember a napot, az nap az biztos, hogy el fog telni, és fárasztó is lesz az egész napunk. De az benne a lényeg, hogy ma október, tehát 23-án, amikor túl vagyunk ezen az ünnepségen, vajon október 23-a az üzene a mai kor számára, vagy van-e 1956. október 23-a és 2023. október 23-a között különbség vagy azonosság, és mit kell nekünk tenni ma, hogy ez az emlék megmaradjon? Ha itt a stúdióban, ha beszélgetnénk és átmennénk a polgármesteri hivatalnak az adó osztályára, akkor azok a falak, azok tudnának mit mesélni. Tudnának azok az emberek 1956. október 23-ára és az októberi eseményekről beszélni, akik ezt végig élték. Sajnos egyre kevesebben vannak ma már közöttünk, és Dunaföldvárról két embert is, aki sokáig itt volt közöttünk és mesélt, ugye, Dodó bácsi, illetve Vesz Gáber Jani bácsi, Berényi Józsefről beszélünk, illetve azok az emberek, akik a laktanyába is átélték. Ugye egy tüzérezred volt egyszer, egy tüzérezred keletén belül. Azok még, hál' Istennek, leírták papírra, vagy elmesélték, hogy mi történt. Amúgy, ha az akkori világpolitikai helyzetet és a mai világpolitikai helyzetet összeadjuk, vagy megnézzük, akkor lehet sajnos párhuzamokat hozni. Akkor is forrongott az arab világ. A szuezi válság ott volt, és a hidegháború is közel állt ebben az egész dologban. Nagy-Britannia, Franciaország, Amerika, az ugye a Közel-Keleten rendet akar tenni, Oroszország pedig Egyiptom mellett a szuezi válságnál tette le a voksát. Ez mit jelentett számunkra? Hiába volt itt Közép-Kelet-Európában egy forradalom, és megpróbáltuk kivívni 23-ától a függetlenségünket, a világ nem segített, csak szavakban, és ez kevés volt. És nézzük ma, ugyanez a helyzet, forrong a Közel-Kelet, folyik egy orosz-ukrán háború,
mindenki beavatkozik, kell-e függetlenséget és függetlenséget kiharcolni a államoknak, nemzeteknek? Igen, kell. Ma Magyarországnak azt mondhatjuk 2023-ban, hogy nem kell fegyverrel harcolni, de kell harcolnunk azért, hogy megmaradjunk itt. Vannak olyan kihívások 2023-ban, amelyek tulajdonképpen majdnem azt mondhatnánk, hogy a történelem ismétli önmagát, és el kell azon gondolkodni, hogy mit kell tennünk, hogy megmaradjunk, hogy meglegyen a függetlenségünk, és ez nem csak magába a politikai függetlenséget jelenti, hanem minden olyan dolgot, ami az életünkkel egybefügg. Itt például mondhatnánk azt az energetikai függetlenségünket, hogyan fogjuk tudni megoldani, illetve mit lehet majd és a klímaváltozásnak, hogyan fogjuk azokat a dolgokat felépíteni az elkövetkezendő időszakban. Ezekre mind-mind válaszokat kell adni. Ez majdnem azt lehet mondani, és időzelben mondhatom, hogy annyi probléma is feladat van előttünk, hogy ezt majdnem lehet mondani, hogy ez egy forradalmi helyzet. Forradalomról nem csak akkor beszélünk, amikor fegyverrel vagy tüntetésekkel megváltoztatunk. Ma meg kell változtatnunk az életünket, az elkövetkezendő időszakokra pedig víziókat kell felállítani, hogy merre tovább Magyarország. Ez is egy forradalmi helyzet, és ezekre válaszokat kell adni. Nem csak Magyarországon, nem csak Tolna vármegyében, hanem itt Dunaföldváron is. És ez is maga a városvezetésnek egy kihívás, hogy hogyan fog ez integrálódni ebbe az egész nagy integrációba, és hogyan tudunk mi Dunaföldvár megmaradni, hogyan leszünk majd olyanok, akik ugyanúgy, mint az 56-osok, tovább szeretnénk adni az élhetőséget, a szabadságot, és minden olyan jólétet, amelyért akkor küzdöttek, ma ezeknek az alapjai megvannak, de hogyan tovább? Erre adott választ akkor, abban a rövid napokban, 1956. október 23-a, és ezekre kell majd választ adnunk itt, Dunaföldváron is, az elkövetkezendő időszakokban. Itt van előttünk most egy oklevél, valamint egy emlékérem, amit a polgármester úr kapott a polgárőrségtől. Beszéljünk egy kicsit erről a díjról, vagy nem tudom, minek lehet nevezni. Igen, ez egy érdemrend, Kopácsi érdemrend. Ez a polgárőrségnek az egyik legmagasabb kitüntetése. Ebben, ugye, ami hozzá van oklevél írva, elismerését fejezi ki a Polgárőr Országos Szövetsége annak a munkának, ami már több mint 20 éves, amit én a polgárőrségben, illetve a polgárőrségért tettem. Én azt gondolom, hogy ez nem csak nekem szól, hanem Dunaföldvárnak is szól, hogy hogyan épült fel a semmiből itt önkéntes alapon, és hogyan vittük véghez, hogy ma 2023-ban ilyen polgárőrség van önálló irodával, megyei központtal, felszerelésekkel. Ez egy folyamat volt, amelyben én a nagy többségében, azt lehet mondani, 80%-ában részt vettem, és segítettem ott, ahol tudtam. Úgyhogy ez egy közösségnek az elismerése, ez Dunaföldvárnak az elismerése. Ezt a központi október 23-ai ünnepségen Budapesten vehettem át, és ez is nagy megtiszteltetés volt a részemre, hogy ott megtisztelthettem ezt az ünnepséget, és ott vehettem át. Én úgy gondolom, hogy ez is előre mutat. Mi ennek az egyik üzenete az, hogy össze kell fogni. Tehát itt dolgok akkor fognak menni, hogyha vannak közösségek, amelyek egy cél érdekében, és nem csak egy cél, hanem ugye mellék célok is vannak, amelyeket össze tudnak fogni, és emberekkel szót tudnak érteni, és ez a szótértés és ez a cselekedet, ez más embereknek jót tesz ezzel kifolyólag. Ugye magában a polgárőrségnek a fő üzenete és a fő feladata, ugye az a közrend és a közbiztonság segítése társszervekkel, ugye itt elsősorban mindig arra gondolunk, hogy a rendőrséggel nem csak így van, hanem más társszervek, mint a határőrizetnek a részvételével, a járőrzésekkel, vagy maga a klímaváltozásban, a szemetelésben, hogy hogyan vesz, a szemetelés elleni harcban hogyan vesz részt a polgárőrség. Úgyhogy ez is egy nagyon széles feladat, nem csak egy dologra és egy nagyon vékony szegmensre koncentrálódunk, de igen, ez tovább kell ezt az egész üzenetet vinni, és ott kell lenni az embereknek, akiknek szükségük van a segítségre,
és nem mindig anyagi segítség kell, hanem néha egy jó szó, egy olyan segítség, hogy elvisszük mondjuk a táskát, vagy valakinek segítünk átkelni az iskolán, a gyerekeknek az úttesten. Ezek a segítségek is jók, és így kell végig gondolni az életet, hogy ki milyen szervezetbe vagy közösségbe tevékenykedik, mert azzal, ha ő tevékenykedik és önkéntes munkát végez, valakiknek vagy valamilyen közösségnek jót fog tenni. Beszéljünk egy kicsit erről az érdemrendről olyan tekintetben, hogy kik kaphatják meg ezt, illetve hogyan kell elképzelni ezt a központi ünnepét? Hát ez, hogy hogyan kaphatják meg, ennek gondolom vannak felterjesztői. Én azt tudom, és azt kinyomoztam, engem a polgárőrség dr. Túrós András terjesztett föl ele, és ezt a polgárőrségnek a elnöksége fogadta el, és egy szűk grémium, ez az elnökség dönt abban, hogy ezt kik kaphatják meg. Az idei évben 2 darabot osztottak ki, ebből az egyik én voltam, úgyhogy én mindenkinek köszönöm, aki esetleg felterjesztett is, és azoknak is, akik rám gondoltak, és megkaphattam ezt az érdemrendet. A Máltai Szeretetszolgálat segít a gondos óra igénylésében. Sok Iverával beszélgetek, és az apropó, amiért mi most szót váltunk, az ott van a karján. Mi az ott a karon? Ez egy okos óra, ami a betegeknek szól, ha valami baj van. Ha rosszul érzi magát, vagy rosszul van, akkor meg kell egy gombot nyomni, és akkor értesíti a számítógépet, egy hölgyet, központot, ahol értesítik a mentőt, aki azonnal mihely tud a megyéből, ahová tartozik a beteg. Mivel, hogy én Dunaújvároshoz tartozom, Dunaújvárost, ha nem, akkor a földbáriakat, és akkor azok visznek be a kórát. Mert most utoljára a földbáriak vittek. És hogy lehet ilyen órára szert tenni? Ez ingyenes. Meg kell rendelni az állam kincstártól, és akkor az egy idő után kiküldi. Ez egy hosszú eljárás? Nem. Talán 2 hónap volt. És mit kellett csinálni érte? Annyi, hogy az adatokat be kellett küldeni, az e-mail, egy e-mail van, és azon be kellett küldeni az adatokat, a nevet, hol lakik az illető, meg ki a hozzátartozója, a megbízott hozzátartozó. És honnan lehetett erről információt szerezni, hogy van ilyen? Ez mindenki 68 éven fölüli, vagy 65 éven, nem 68, 65 éven felüli nyugdíjas kapott egy ilyen információs lapot, egy ilyen képes lapot, ami rá volt írva minden adat. Hogy mit kell felhívni, mikortól meddig, csak a hétvége, szombat-vasárnapról nem tudunk információt, hogy akkor ki merre, mert az már nincs. Úgyhogy ha valaki rosszul van, ha nem tudja például a Paksnak a sürgőségi számát, az bajban van. Hát mondjuk akkor ezt meg lehet kérdezni. Meg kell kérdezni, de állítólag átszervezés van, nem tudunk még semmit, mert én rá kérdeztem. Nézzük azért ennek a menetét, hogy hogyan került. Tehát akkor a adatrögzítés megtörtént, és akkor kipostázták? Igen, a posta, ez az autó kihozza, és akkor odaadják, házhoz kiviszik, és odaadják, át kell venni, megmondják, kinek a nevén szerepel, és akkor át kell venni. Nem jár érte sem, nem kell fizetni a kiszállítási díjért sem. Na de ott van a doboz a kezünkben, hát azért nem mindenki ért egy ilyenhez, hogy beüzemelje. Ez meg kell kérni valakit, ha én például vak vagyok, nekem a Tamásék állították be, és hát ez a kis hölgy. Hoztam azt a papírt, ami rajta van, minden adat, hogy mit kell fölhívni, és azok állítják be, hogy üzemelik be a gépet. Mert mi nem tudjuk, csak ott Pesten állítják be a gépet. És ez állandóan a karon van? Nem. Mikor kell ezt hordani? Aki elmegy olyan helyre, ha egyedül megy, akkor menni kell, mert ha rosszul van, akkor muszáj. De én most, amióta a máltaiak segítenek, azóta nekem nem kell, mert a Tamásék segítenek. Vagy a Laci segít, ha rosszul vagyok, akkor is.
És tulajdonképpen ez micsoda, egy jelzőberendezés, egy vagy beszélgetni is lehet? Lehet, mert úgyhogy mind a telefon nem lehet, de ha megnyomom a gombot, akkor a központon tudok beszélni, mert mindjárt kérdezik, hogy mi a baj, meg minden. És melyik gombot kell megnyomni? Egy ezüst gomb van rajta, itt középen, ezt kell, nem nyomom meg, mert ők mindjárt észreveszik. Ezt kell megnyomni, és akkor Pesten a számítógép mindjárt azonosítsa, hogy ki az illető, mert benn van minden adat, és akkor értesítik a gép. És akkor megszólal egy ember, hogy mi a probléma? Igen, igen. És hogyha mondjuk tényleg probléma van, csak annyi erőnk, hogy megnyomjuk, akkor nem tudunk válaszolni? Akkor mindjárt értesítik a közvetlen hozzá. Nálunk úgy van, hogy a nagyobbik gyerekem a megbízott, mivel a kisebbik az nem szívbeteg, úgyhogy őt nem lehetett. A nagyobbik gyerekem úgy van beállítva a telefonja, hogy sürgősségére. Hogyha én rosszul vagyok, vagy valami, neki sürgősségére van beállítva, hogy mindjárt megszólal a telefon. Kellett már használni? Kellett. Mi történt? Az, hogy rosszul lettem, megfulladtam, majdnem megfulladtam, és akkor jött a, akkor csak a földvánia, kaptam két injekciót, mert azt mondták, bevisznek a kórházba, mondom, hiába visznek, ugyanezt kapok két gyógyszert, aztán egy óra múlva hazaküdnek. Mondhatjuk, hogy megmentette az életét? Igen, igen, igen. Mert hol történt ez a rosszul? A lakásba. És ha nincs az óra, akkor senki? Igen. Mert már volt olyan, hogy összeestem a lakásba, és ha nem jön a véletlen a gyerekem, akkor meg is halhatok, úgyhogy mindenhez van kulcsa, hogy ha úgy adódik. Mert most már nem olyanok a lakások, hogy a szomszédok ránéznek az idősök. És amikor nincs a karon ez az óra, akkor hol van? Hát van egy ilyen kis asztal, ami rajta van a telefon, amit elérek, mert ezt éjszaka nem szabad használni. Ott van a telefon mellett, és akkor, ha valami baj van, akkor aztán, ha nem érem el rendesen, van úgy, hogy négy kézláb, telefont is, de akkor azt szokom. Véletlenül még nem érintette, meg elég érzékeny a kis gombocska ott az etényben. De nem jelzett be, mert ki volt már üben, mert mondja. Van benne egy ilyen gép, hogy mondja, hogy az óra nem üzemel, mert lemerült. Fel kell tölteni, úgyhogy beszél. És akkor fel kell, igen, töltésem is van? Igen. És akkor fel kell egy éjszaka tölteni. És egy zöld gomb mutatja most is. Igen, hogy fel kell töltve. Igen. Üzemképes. Mondhatjuk, hogy életmentő betegezés. Igen. Igen. És sok ismerősnek ajánlottam már, hogy próbálják meg, mert van, ahol szívbeteg van, meg agyvérzéses, idősebbek is. Nem tudom ki, mert én nem igen megyek mostanában sem erre. Mióta beteg voltam, azóta én nem. De ez egy biztonságérzet. Az, igen. Most ha lesz a hétvége is, akkor még jobban. Mert általában a hétvégén vagyok rosszul. Főleg most, mert az időt nem lehet beszámítani nekem. A melegről nem tudok átállni a hidegre, hidegről a melegre. Mert a vérnyomás is olyan alacsony, hogy nem lehet, nem tudok. Hát tanú is van rá. Ez egy kis biztonsági érzetet ad. Igen, igen, igen. Gondos óra az elnevezése annak a szerkentyűnek, ami nem csak egy embernek, vagy nem csak egy-két embernek kellene Földváron. Hány van ilyen Földváron, és hogyan lehet ez hozzájutni minél nagyobb terítésben? Hogy pontosan hány van, azt nem tudom megmondani. Mi magunk a Máltai Szeretett Szolgálattól már több mint 10 embernek igényeltük itt a támogató szolgálatnál. Vagy ha tágabban értelmezem, akkor a Máltaháznál, hiszen bármelyik kollégámhoz lehet fordulni. Egy nagyon jó program, egy nagyon jó kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az idősek, akik egyedül élnek, vagy rokonaik távol élnek tőlük, segítséget tudjanak hívni 0-24 órában. Tehát akkor ezt nem a máltások adják, viszont a hozzáférést a máltások tudják segíteni. Mi nagyon szívesen segítjük. Én azt gondolom, hogy valamennyi szociális szolgáltató szívesen segít. Mi máltaiak ezt szeretnénk itt Dunaföldváron nem csak most, hanem a későbbiekben is, amíg ez a program tart, felkarolni. Lehet hozzánk bátran fordulni.
Úgy, ahogy az eddigiek személyeknek is segítettünk hozzájutni, a későbbiekben is nagyon szívesen segítünk. Munkaidőben 8-tól 16 óráig lehet hozzánk jönni, regisztráljuk. És úgy látom, hogy egyre gyorsabban megkapják most már az érintettek. Eddig egy 2-3 hónapos átfutása volt, most már egy hónapon belül, vagy 1-2 hónapon belül megkapják ezt a készüléket, amivel tényleg azt gondolom, hogy a családtagok biztonságban tudhatják a hozzátartozóikat. Elhangzott az a kifejezés, hogy ameddig a program tart, ennek van záros határideje? Én úgy gondolom, hogy nincsen záros határideje, ugye a kormányzati program, ez 65 év felett minden idős hozzájuthat. Innen nézve öregszik a társadalom, és minden nap egyre többen kerülnek be a körbe. Én azt gondolom, hogy nem végdátuma lesz, nem lezárási ideje lesz, nem darabszámban leállítása lesz, hanem inkább kibővítése lehet ennek a programnak. Én azt gondolom, hogy is arra ösztönzök mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, hiszen, ahogy mondtam az előbb is, önmagát is biztonságban tudja, illetve a szerettei is biztonságban tudhatják a hozzátartozóikat. Az elmúlt hónapokat értékelte az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Csányi Imrével, a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokával beszélgetünk. Hát egyfajta félévi nyári összefoglalót várunk el tőled. Itt a városban ugye mindenki felkapja a fejét, ahol szirénázva végigvonul a tűzoltóautótok. Idén nyáron legalábbis nem sok ilyen alkalom volt, úgy tűnik, hogy nyugodt volt a nyaratok? Igen, merem mondani, hogy nyugodt volt a nyarunk. Ilyenre igazából én most a legutolsó, tehát 2014 óta vagyunk önálló beavatkozók, azóta nem emlékszem, hogy ilyen nyarunk lett volna, de ilyen telünk sem, mint a 22-23-as évben. Nem volt, lekopognám, ha most tudnám, de nem volt épülettüzünk. Tehát ilyen nem volt még sose. A 21-22-es évben is, vagy 9 épület égett le, melléképület, főépület, stb. A tavalyi fűtési szezonban semmi nem volt. A idei nyár is elég szépen ment. Volt pár viharkárunk, ami igazából csak fakidőlések, tehát olyan túl nagy anyagi kárral járó események nem voltak. Olyan, hogy júliusban például egy eseményünk volt, egy szénmonoxid bejelzés, ilyenre se emlékszem. Ugyanúgy a szeptemberi hónapunk is lement esemény nélkül, tehát ilyen se volt még sose. Amit még meg kell említeni, a tüzeink is kevesek voltak, tehát avartűz, ilyen belterületi tüzek nem voltak. Egy-két autó kigyulladt a Kisszent Miklósi úton, egy kamion kigyulladt az M6-os pályán, ami üres üvegeket vitt, akkor CO bejelzések voltak, téves jelzések, visszafordítások volt, és sajnos az augusztusi hónapban két nagy balesetünk is volt, amiben részt vettünk, mint mentésbe. A Gabonásvölgyben volt egy két halálos baleset és egy családi tragédia a Gyulahegynél, amit ugye a médiákból is lehetett hallani, olvasni. Ezek voltak a nagyobb események, és meg kell jegyezni, hogy ugye a tavalyi év az egy kiemelkedő év volt eseményekben, mert 100 esemény volt összesen Dunaföldváron. Az idei évben idáig 46 esemény volt. Tehát nagyon visszaesett, ez mondjuk részben köszönhető az időjárásnak is, hogy csapadékosabb időjárás volt, és ez ugye mindig meglátszik a vonulási számainkon. Hát ezek valóban pozitív statisztikai adatok. Minek tulajdonítod ezeket a részben? Az időjárás nyilván közrejátszott, de az emberek tudatosabban védekeznek, odafigyelőbbek? Igen. Meg kell jegyezni, hogy igen. Rengeteg telefon jön be hozzánk a műszaki irodába, a polgármesteri hivatalba, hogy van-e tűzgyújtási tilalom. És odafigyelnek, most már nagyon odafigyelnek az emberek, hogy csak akkor gyújtanak, és ott elmondjuk, hogy milyen feltételek mellett tüzelhet, és merem mondani, hogy ezt nagyon jó be is tartják, tehát nincs vele gond.
Hát a munkátok mellett azért nyitottak vagytok a városi társadalom, a civil szervezetek irányába, békés rendezvényeken is megjelentek. Igen, jelezni szokták az általános iskola, a gimnázium, az óvoda, a bölcsőde, hogy szeretnének eljönni a tűzoltó szertárunkba, és megnézni az eszközeinket, és kicsit a gyerekek ízelítőt kapni a tűzoltó létből. Mindig el szoktunk jönni, és mindig nagy örömmel segítjük a gyerekeket, beöltözünk, fényképezkedünk, stb., és nagyon örülnek neki. És van a másik nagyon népszerű rendezvényeink, amit ugye mi csinálunk, a habpartik. Azokat körülbelül, múltkorjában számoltam össze, 17-et csináltunk itt a városba, meg a környékbeli településeken, ahova hívnak bennünket, de oda már csak a környékbeli településekre csak a habgenerátort adjuk, és egy kezelőt adunk hozzá. Technikai fejlesztések voltak az év során? Az idei évben nem volt nagy technikai fejlesztés, a tavalyi évben sikerült egy újabb gépjárműfecskendőt vásárolni önkormányzati és saját erő bevonásával. Most egyelőre kivárásra megyünk, ahogy szokták mondani. Hát a ti esetetekben is azért olyan testületről van szó, amely napra késznek kell lenni, összeszokottságot gyakorolni, új technikákat elsátítani. Tartotok ilyen gyakorlatokat, összetartásokat jelképesen? Igen, szoktunk csinálni gyakorlatot, ami minden évben nekünk kötelező is egy gyakorlat, a minősítő gyakorlatunk, ahol megmérettetik az előjárók előtt, hogy milyen szinten vagyunk a tudásban. Ezt idei évben szeptember elején végeztük, volt egy vízimentési és vízkár elhárítási gyakorlati része, és volt egy épületből mentési gyakorlat részből tevődött össze. Itt megfelelt, nem felelt, meg kategória van, de mi a megfelelt kategóriába estünk bele. Vannak további gyakorlatok, ami helyismereti foglalkozásként szokott lenni a hivatásos egységeknek, nagy gyárakba, üzemekbe megyünk el, és ott megnézzük, hogy milyen beavatkozások lehetnek, azokon szoktunk még részt venni. Hát idén hunyt el elődött Berényi József, aki hosszú ideig tűzoltóparancsnok volt. Nyilván ez érintette az állományt is valamilyen szinten. Igen, temetésén részt vettünk, ott sziréna szóval búcsúztattuk el, koszorút vittünk a sírjára, úgyhogy ennyiben vettünk részt benne. A határ mellett táboroztak a cserkészek. Németh Lászlóval, Némóval beszélgetünk, a dunaföldvári cserkészek vezetőjével. Témánk pedig nem más, mint a cserkésztábor, ami nemrég zajlott le. Mesélj kérlek nekünk először is arról, hogy pontosan hány gyerekkel, hol tartottátok ezt a tábort? Körülbelül 40-45 gyerek volt a táborban, és most idén jó messzire mentünk, Vámos Mikola és Ipoly Tölgyes közé, úgyhogy a magyar-szlovák határon táboroztunk, konkrétan az Ipolynak a partján, úgyhogy ha egy gyerek ügyes volt és nagyobbat dobott, akkor át tud dobni az országhatáron. Egy árterületen voltunk, egyébként nagyon szép arra a táj, és a Börzsöny látszott így a partról, úgyhogy tényleg nagyon jó helyen voltunk, és itt a Covid óta most mentünk először így messzebbre, és nagyon jó volt. 40-45 gyerek, és 20 vezető volt körülbelül, úgyhogy 60-65 fő között volt a tábor létszáma, és az első hétvégére pedig hívtunk vendégeket, ilyen idősebb cserkészeket, vagy olyanokat, akik már nem feltétlenül aktívak. Ez pontosan milyen hosszú volt ez a tábor, és mikor volt? A tábor maga, ami a gyerekek részére is nyitott, az 10 nap, július 7-től 16-áig volt, illetve előtte 15 fővel már nem voltunk kedd óta, hogy előkészüljünk a tábor, és megépítsük az alapvető építményeket, amik szükségesek ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a táborozást a gyerekekkel. Na, erről mesélj kérlek nekünk, hogyan épül fel az, hogy ez a táborhelyszín is amúgy, ez hogy jön, tehát hogy a cserkészeknek van felajánlva, mindenkinek meg van a maga ideje? Hát a táborhely keresés az egy külön misét megér, de alapvetően úgy,
úgy működik egy táborhelynek a megtalálása, hogy a Magyar Cserkész Szövetségnek van egy központi rendszere, amiben be kell jelentenünk a cserkész táborunkat, és van egy országtérkép, ami össze van húzva egy ilyen erdőtérképpel, és akkor ott be vannak jelölve táborhelyek, ahol már voltak korábbi táborok, tehát ez egy nagy adatbázis, amiből lehet keresgélni, és akkor kinéz az ember egy területet, ahova szívesen menne, és akkor rábök a térképre, aztán elkezd utána járni, felvenni a kontaktot az önkormányzatokkal, erdészetekkel, ha magánerdő, akkor az erdőtulajdonosokkal. Úgyhogy ez egy viszonylag hosszas folyamat, és elég időben el kell kezdeni, hogy legyen táborhelye az embernek. És amit említettél, alapépítmények, az pontosan mit akar? A mi csapatunk nagyon megrögzötten ragaszkodik ahhoz, hogy nem használunk sörpadot és sörasztalokat a táborban. Sok cserkész csapat Magyarországon már nem így működik, tehát sokan nem építkeznek annyit a táborokban, mint mi. Úgyhogy igazából nekünk az alapépítmény az egy latrina kiásása és megépítése az előtáborban már. Egy nagy asztal, ahol legalább 80 ember le tud ülni az étkezésekhez, illetve a GH-n, ez a gazdasági helyiség, ez a központja a tábornak. Van 3 M63-as sátrunk, ezek a régi katonai sátrak, amik a központot adják, illetve a főzéshez szükséges pultot szoktuk még megépíteni, és ilyen eszköztárolókat. Miből épül fel egy 80 személyes asztal? Rengeteg. Vadonban. Rengeteg fából és széldeszkából. Tehát a csapatnak van egy viszonylag nagy széldeszka mennyisége, amivel rendelkezik, és ez adja az asztalnak a lapját. Nyilván sosem lesz teljesen vízszintes, és olyan, mint egy otthoni étkező asztal, de tábori körülményekhez képest mindig a lehető legjobbat kihozzuk a dologból, és igyekszünk a tökéletességre törekedni. Úgyhogy rengeteg fa kell hozzá, és madzaggal kötözzük össze őket. Szóval akkor újra hasznosítható teljes mértékben. Igen, tehát itt, amit felhasználunk, az nem dobódik el az. És akkor kimentek ti egy nagy konvojjal, mert gondolom azért ezeket a deszkákat cipelni kell, és utána jönnek busszal a gyerekek utánatok? Igen, pontosan így van. Általában úgy szokott kinézni a logisztikája a tábornak, hogy az előtábor levisz egy jó nagy adag cuccot már, ami biztosan nem kell otthon a maradék kellékgyártáshoz, meg készülődéshez. Az összes üstöt, üstházat, bográcsokat, mindent, konyhai eszközöket, és akkor ott megy egy nagy kör, általában megyünk egy vagy két autóval, és akkor utána pedig jön majd a tábor a gyerekekkel, és amikor előtte, tehát a tábor előtti nap szokott lenni a csomagbehordás, akkor az összes szülő behozza a gyerekének a csomagját, meg akkor fogadjuk általában az ilyen felajánlásokat, amik élelmiszerek vagy ilyesmik szoktak lenni, és akkor azokkal az utcokkal pedig még aznap este lejön valaki egy teherautóval, és akkor a buszon már nem kell annyi cuccot cipelni. Hogyan néz ki a gyerekeknek az összetétele? Tehát, hogy hány éves gyerekekre vigyáztok lényegében? Ez a 10 napos cserkésztábor, ez a cserkész korosztálytól fölfele van. Ez az 5. korosztály, tehát a felső tagozattól egészen a felnőttekig. Van külön kis cserkésztábor, az július első fele. Sőt, június végétől július elejéig szokott megrendezésre kerülni, és ott pedig az alsós korosztályt táboroztatjuk, a 2., 3. és 4. gyerekeket. Mielőtt rákérdeznék arra, beszéljünk azért erről a távolabbi táborról. Mennyi idő kijutni oda? Hát nem tudom, ilyen 3 óra biztos, hogy volt az út. Nehezen indultunk egyébként, mi az előtábor, csomószor meg kell állnunk, és akkor a megyét is nehezen hagytuk el, pedig itt vagyunk a megye határon. De egyébként a busz az tök gyorsan ott volt, mert ő tudott autópályázni, meg végigjönni, és akkor hát a 3 órát mondanék. Mit csináltatok a 10 nap során? A tábor első 2-3 napja az mindig építkezéssel telik. Tehát mondtam, hogy vannak alapépítmények, amiket mi megépítünk így az előtáborban nagyobb fiúkkal és lányokkal, de vannak építmények, amiket az őrsöknek kell megépíteniük, ilyen például a szerszámtartó, emésztő, szikkasztó, a fiú latrina és lány latrina, azon az egyen felül, amit mi megcsinálunk. És ezek az őrsöknek vannak kiadva, illetve az őrsöknek vannak körleteik, amik az erdőben is szétszorva vannak, és ott a sátrukat odaállítják fel, illetve ők is csinálnak maguknak asztalt, fölponyvázzák, hogy ne ázzanak el, illetve szemetest, kézmosót, illetve fürdősátrat csinálnak még így maguknak. Tehát ezeken az építményeken túl vannak, amiket az őrsök csinálnak. És ha már megvan az építkezés, tényleg minden áll, akkor onnantól kezdve milyen programokat szerveztek?
Na igen, onnantól, hogy megvan az építkezés és áll a tábor, és már minden kényelmünk megvan, ami lehet az erdőben. Onnantól kezdve pedig délelőtt és délután folyamatosan programok vannak a gyerekeknek. Ez lehet sportprogram, kézműves program, számháború, van hadijáték, sokat métázunk, azt nagyon szeretik a földváriak, a földvári cserkészek. Úgyhogy tényleg nagyon színes és rengeteg programmal készül ilyenkor a vezetőség a gyerekeknek. Akkor beszéljünk pár szóraig arról a táborról, amit a kis cserkészeknek tartottatok. Ez is külön helyszínen volt, vagy ezt Dunafeldváron rendeztétek meg? Ez egy külön helyszínen volt, ez egy ötnapos tábor a kicsiknek, és nekik az a különbség a nagy cserkészek és a kis cserkészek tábora között, hogy itt rendes infrastruktúrával rendelkező helyre mennek, tehát van rendes közmű, vezetékes víz van, meg áram, meg ilyesmi, tehát hogy az egy ilyen luxus nyaralás kb. A nagy cserkésztáborhoz képest. És az öt nap, ugye ez rövidebb is, és ott rendes házban alszanak, nem sátorban. A program hasonló? Nagy rész, csak korosztályilag más azért a két téma, de igen, ott talán kicsit több a konkrét kötött program, mint a nagyoknak. Túl vagytok mind a kettőn, elégedett vagy, mint szervező? Abszolút, igen. A kis cserkésztábort azt ugye nem én szervezem, hanem azt a kis cserkész rajparancsnok, a Bertalan Messi égisze alatt fut, az egy kicsit így külön mozog a csapattól. Nyilván vezetők között van olyan, aki mindkettőben volt, és van azért sok átfedés, de én beszéltem a Messivel, és ő is nagyon elégedett volt az ő táborukkal, és azt hiszem, hogy nekünk is nagyon jól sikerült az idei nagy cserkésztábor. Volt esetleg valami különlegesség, érdekesség az idei nagy táborotok kapcsán? Igen, az idei egy rendhagyó tábor volt olyan szempontból, hogy történt egy parancsnokváltás, és én leadtam a csapatot, és az új parancsnok a Bertalan Doma lett, úgyhogy nekem ez volt az utolsó táborom csapatparancsnokként, nem fogok eltűnni a csapat életéből, csak kicsit egyel hátrébb lépek, és átadom a fiataloknak a terepet. Megtartotta az őszi társadalmi munkáját a Horgász Egyesület. A hagyományos őszi társadalmi munkára elég szép számban gyülekezett itt a Sporthorgász Egyesület. Aztán a legnagyobb ajándék ez a csodálatos idő, amit kaphatottok a természettől. A többi már rajtatok múlt, amit láttuk, nagyon sok munka folyamat zajlott a nap során. Melyek voltak ezek? Hát így van, csodálatos időnk van, és egy csodálatos csapat volt az, aki a munkákat elvégezte. Hát körülbelül 40-en voltunk a mai nap során, és elég komoly munkák zajlottak, hiszen a kismóló lépcsőjének a bontása és az új betonozásnak az előkészítését csináltuk meg. A szennyvízrendszernek a bekötési munkálatain dolgoztak a fiúk, utakat tartottunk karban, padokat raktunk ismét össze, kihelyeztük őket a horgászhelyekre, lefestettük, szemetet szedtünk, tehát sok-sok olyan karbantartó szépítő munka, ami garantálja, hogy a kis Duna még mindig olyan csodálatos, mint szokott lenni, és az is marad. Egész nagy területre terjed ki az akció, hiszen van, ahol autókkal kellett elmenni a távolabbi helyekre. Igen, teljesen az alsó versenypályáig lementünk, kocsival vittük le ugye teherautóval a padokat, volt egy kis tereprendezés, kis gépekkel, kotrógéppel, az utakat igazítottuk meg, de hát itt a tanya környékén is volt, de ilyenkor mindig akinek amilyen szerszáma van, eszköze van, vagy járműve szokta hozni, és akkor azzal megoldjuk ezeket. Hát voltak itt komoly szakmunkák, hiszen hegesztés, betonozás, köműves munka is volt. Nyilván megvan a megfelelő szakemberetek az állományon, az egyesületen belül, nem kell külön ezért mestereket hívni. Nem, hát van nagyon komoly lakatos mesterünk, újjani vízszerelőnk, a Vagyon Viktor, kisgépes a Pasker Csabi, de sorolhatnám a szakácsokat, most ma a Vagyon Miki volt és a Farkas Zoli, a Fajszi, mindenki megtalálja a magának való feladatot. A Dorkó Karcsi az asztalos munkákban segít be és készíti elő, volt festőnk, a Tibi barátunk a padok festését intézte. Tehát én azt gondolom, hogy ezért jó közösség a kis Duna, mert szívesen jönnek, magukénak érzik az emberek, és utána vigyáznak is ezekre az értékekre, amiket létrehozunk.
Látom, van, aki saját munkagépével jelent meg. Igen, a Csabit megkértük, a Paskert, hogy a móló lépcsőjének a bontásához jöjjön ki kisgéppel. Ez egy óriási segítség, hogy ezt megkaptuk tőle, de a többi szerszám, a csőszereléshez szükséges szerszámok, vagy a hegesztőeszközök is, én azt gondolom, hogy komoly értéket képviselnek, és komoly segítséget jelentenek, hiszen nem kell külön szakembert hívnunk ezért és kifizetni. Hát ugye a karbantartás mellett a takarítási munkálatokat is végeztek, itt a szemetet nagy részt összeszedtétek, de ha kijön az ember, ugye évközben nem túl szemetes, mi legalábbis a laikus azt tapasztalja, hogy folyamatosan rendszeresen karbantartjátok itt a környéket. Igen, ugye a Gardalaci gondnokunk minden héten, minden két hétben végigjárja a vízpartot, van egy kis traktorunk egy pótkocsival, összeszedjük a szemetet a kukákból, a társadalmi munkákon mindig összeszedjük, és azért a horgászok is, én azt gondolom, hogy egyre kultúráltabban viselkednek a vízparton, és nem hagyják el a szemetjüket. Azt is tudjuk, hogy civil szervezetek gyakran igénybe veszik itt a horgásztanyát egy banketterejéig, egy ebéd vagy vacsorájéig, idén nyáron is gondolom fordultak hozzátok ilyen jellegű igényekkel. Fordultak, így van, nagyon szívesen adjuk a helyet, hiszen egy csodálatos környezet, és mi azt szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek, és élvezzék ezt a fantasztikus helyet, amit mi Kisdunának hívunk. Voltak kint nyugdíjas csoportok, voltak kint iskolás, óvodás csoportok, de két hete egy óriási, hatalmas, országos színvonalú íjászverseny is lezajlott, tehát mindig jönnek, és hát mellette nekünk is sok-sok rendezvényünk van, ugye volt már az idén egy 6-8 horgászversenyünk, még lesz két ragadozóhalfogó, két telepítést is tervezünk az idénre, tehát a Kisdunán zajlik az élet. Itt a botház átalakítás után vendégeket is tudtok fogadni, akár éjszakai szállásra is. Így van, két darab, két ágyas szobánk van, használják is előszeretettel, főként inkább a horgászfeleségek, vagy néhány olyan horgász, aki egy kicsit kényelmesebb, hiszen aki éjszaka is szeretne horgászni, hogy ő a vízparton sátorozik, de egyre nagyobb igény van rá, és hát ilyen környezetben én azt gondolom, hogy élményként aludni, tavasszal, nyáron, ősszel, akármikor, mikor az ember kijön madárcsicsergésre ébred, a természet hangjaival együtt tud pihenni, feküdni, kelni, én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos élmény. Nagyon sok versenyetek volt itt az idén, a horgásztársak is említették. Nyilván ez azt jelenti, hogy van rá igény, hiszen egy-két emberért nyilván nem indítotok versenyt. Van, hát a horgászversenyek Magyarországon egyre népszerűbbek. A magyar horgászversenysport egyébként Európa és a világ élvonalában van minden tekintetben, talán a tengeri horgászatban és a legyező horgászatban nem annyira, hiszen ez nekünk nem adottságunk, nincsenek ilyen vizeink. De én azt gondolom, hogy példaértékű világbajnok versenyzőink vannak bármelyik szakákba, pergetésbe, békés alfogásba, féderbe, pontyfogásba, és a horgászaink is ezt követik. A jó példát, élvezik a versenyeket, hiszen sokszor szép halakat is fognak, tehát nem eredménytelenül zajlik le egy verseny. Én úgy gondolom, hogy fontos egy szervezet életében, hogyha ilyenre van lehetőség, akkor azt megcsináljuk. Mint minden társadalmi munka, vagy minden verseny, ez is egy közös ebéddel zárul. Igen, hát mint említettem, a Vagyon Miki és a Farkas Zoli követte el a merényletet ellenünk. Egy borsos tokány lesz pennetésztával, és utána tiroli rétessel fogjuk lefolytani a jó ebédet. Ma esti adásunkat bármikor visszanézhetik online felületeinken, ismétléssel pedig pénteken este 8 órakor, valamint vasárnap délelőtt 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!